Veszprém megyei önkormányzat idén 17. alkalommal szervezi meg a Veszprém megyei utazás kiállítást, immár hagyományosan, ahol külföldi és belföldi ajánlatokat mutatnak be a kiállítók, elsősorban a belföldi kínálatra fókuszálva. A kiállításnak évek óta hagyománya, hogy díszvendége van, akik kiemelt megjelenéssel vesznek részt a kiállításon. Ez éveken keresztül külföldi díszvendég volt, volt már Opatia, Szlovákia, Kassa, illetve korábbi években más megyék turisztikai szakemberei mutatták meg idegenforgalmi kínálatukat. Idén a Veszprém megyei értéktár megalakulása után úgy döntöttünk, hogy most szűkebb hazánkat, saját magunkat fogjuk bemutatni Veszprém megyei és a távolabbról érkezett látogatóknak, hiszen ez év júliusában a Veszprém megyei önkormányzat úgy döntött, hogy létrehozza a Veszprém megyei értéktárat, ahol immár 14 értékkel büszkélkedhetünk, és itt a kiállításon is a legnagyobb standdal mutatjuk be értékeinket. Ez az első alkalom, hogy így közösen egy önálló kiállító helyen jelenik meg a Veszprém megyei értéktár. Nagyon örültünk a felkérésnek, és természetesen a szervezést is mi valósítottuk meg. Amikor kiderült az, hogy van egy ilyen közös lehetőség, akkor a Veszprém megyei értéktárba bekerült értékek gazdái remek lehetőségnek látták ezt. Valóban kezd kialakulni az, hogy ez nem csupán egy adminisztratív lehetőség lesz, hogy ki kellett tölteni egy adatlapot, egy bizottság hozott egy határozatot, ami alapján az értéktár elemei bekerültek az értéktárba, hanem nagyon sok komoly lehetőség áll majd az értékek előtt. Íme például az egyik, hogy önálló kiállító helyen jelennek meg egy ilyen nagy hagyománnyal bíró rendezvényen, és hát még nagyon sok ilyen ötlet, elképzelés van. Talán beszélhetek már arról, hogy az idei Művészetek Völgye rendezvény során szintén egy állandó, önálló kiállítási helye lesz a Veszprém megyei értékeknek. Ott 8 napon keresztül a rendezvény ideje alatt lesz lehetőség arra, hogy egy helyen jelenjenek meg. Ráadásul felajánlottuk a lehetőséget arra is, hogy az egyes értékek gazdái a Művészetek Völgye idején egy nap a házigazdái legyenek ennek a kiállításnak, tehát ott személyes kapcsolatfelvétel is lesz a Művészetek Völgyébe látogatókkal, már pedig az egy nagy látogatottságú rendezvény, úgyhogy alakul ez a közösség. Azt szeretnénk elérni, hogy Veszprém megye minél több települése döntsön úgy, hogy helyi értéktárat hoz létre. Ez a folyamat most jelen pillanatban ott tart, hogy 55-60 olyan Veszprém megyei település van a 218-ból, aki már döntött arról, hogy létrehozza az értéktárat. Az országos átlag fölött vagyunk, ez nagy büszkeséggel tölt el bennünket. Ez az alapja annak, hogy a helyi értéktárak bizottságai, gazdái hozzanak olyan döntést, hogy mit vesznek a helyi értéktárba, hiszen a második lépés az, hogy a helyi értékei közül kiválasszák azokat, amelyekről úgy döntenek, hogy nem csak ott helyben érték, hanem az egész megyét jelenítheti meg. Ekkor jövünk mi, a Megyei Értéktár Bizottság, amely elbírálja ezeket a javaslatokat. Ebből van most 14, amiről már döntés született. Én mindig mindenhol elmondtam, hogy ez nem egy versenyfutás, senki nem maradhat le semmiről, szeretnénk megalapozni egyáltalán ezeket a döntéseket. Május végén készülünk arra, hogy újabb értéktárbizottsági ülést tartunk, ahol majd kiderül, hogy az eddigi 14 mellé hány újabb érték kerülhet be. Veszprém megye egy 14 érték közül valamilyen formában mindegyik jelen van. Ugye
Vannak a nagy kiemelt zászlós hajók, mint például a Herendi Porcelán, az Ajka Kristály, a Teodóra Ásványvíz, a Balatonfelvidéki Hímző Kultúra csodái, a Balatonfelvidéki Vert csipke, és arra törekedtünk tulajdonképpen, hogy minden egyes olyan érték valamilyen formában megjelenjen. Ugye a veszprémi püspök koronázási joga, mint szellemi érték elég nehezen megjeleníthető itt helyben tárgyiasult formában, vagy például sajnos most a balatoni halászlé is csak, mint egy könyvben egy recept jelenik meg, de majd készülünk arra is természetesen, hogy egy más alkalommal ilyen kóstolókat lehessen tartani, hiszen itt is a halászlé mellé egy korty Teodóra ásványvíz, vagy a felnőttek egy badacsonyi kék nyelű megkóstolása után azt gondolom, hogy a leglátogatottabb stand lett volna a Veszprém megyei értékek kiállító helye. Sok érték van, illetve az elmúlt időszakban nagyon sok új értéket fedeztünk fel, képviselő úr hatható segítségével egyébként. Nehéz lenne megmondani, hogy melyik a legértékesebb, vagy melyik a legizgalmasabb, de ha belegondolunk, az alsóörsi csipkék például, vagy a kék kuti, hát nem nehéz, rendi értékek, az Ajka Kristály mind önmagában csodálatos, és én úgy látom, járva a kisebb településeket is, hogy még rengeteg felfedezni való van. Megmutassuk, hogy Herend miket csinál, hogy ez hagyomány és újdonság is egyben. Aponyi minta, Viktória minta, igen, ez az aponyi minta, ez a Vienna Rose nevű minta lesz, csak még nincsen rajta semmi. Ez is aponyi, és a Rothschild nevű madaras minta. Ezek előrajzzal készülnek, utána kifestik őket. Közben ugye kétszer égetik, és ugye vagy arany, vagy platina díszítést is kapnak. A bakonyi faragások, amit én készítek, az bakonyi míves faragás, és az azt jelenti, hogy ez sokkal kidolgozottabb, mint általában a népművészetben az általános faragások. Ez azért volt, mert ezeket nemes embereknek készítették, királyoknak, uralkodóknak is akár. És egy olyan motívumkincsel dolgozok, amiknek jelentése van. Szóval úgy komponálom meg a mintát a tárgyra, akár egy családfát, akár egy sorsfát. A növények is és az állatok is külön jelentéssel bírnak. Ezeknek különféle variációik vannak. Ezen egy családfa jelenik meg. Úgy van, hogy itt van két virág. Ez a két fő virág. A gömbölyű szirmú virág a nőt jelképezi, a hegyes szirmú virág pedig a férfit. A nő itt egy tulipán képében jelenik meg, és a virágszárak az élet útjaik. Ez a két virág alulról elindul, és itt összefonódik, az jelenti a házassági kapcsolatot, szerelmi kapcsolatot. És akkor itt jelenik meg a női virág, aki éppen, amikor ez a tükör készült, ő éppen várandós volt, és itt jelenik meg a magzat a virágon belül. Ez egy gúnyolóbot. Ez egy furkós, direkt verekedésre használták, és úgy faragták ki, hogy a csúfondáros formában megfaragták a haragost. És akkor ezzel hergelték, hogy na hát, így nézel ki. És mert a szentgáliak nagyon verekedősek voltak, és hát a kevés bál volt verekedés nélkül. Ez a mesterem Pista bácsi munkája, egy kígyós misejárobot. Ezt kifejezetten a nemes urak a vasárnapi miséhez használták, vagy hát inkább ünnepekkor. Az egyházi ünnepekkor ezzel mentek a misére tulajdonképpen. És ez egy nevelt bot, ezt élő korában úgy nevelik rá a kígyót, ráhajtogatják és összenövesztik.